Újraélesztő készülékek, sebészeti műtétekhez szükséges eszközök és egyéb orvostechnikai készülékek kaptak helyet ennek az autónak a csomagtartójában. Kedden délután érkezett meg a szállítmány a Fényes-Litkei intermodális vasúti terminálra. Az East West Gate ZRT által megvásárolt eszközöket aztán a település polgármesterének járművébe pakolták át, ő maga szállítja azt ki a Munkácsi Központi Kórházba, amely gyűjtőpontja az ilyen jellegű adományoknak. Ugye a társadalmi szerepvállalás, a szolidaritás nagyon fontos az East West Gate ZRT-nek és a tulajdonában levő társaságoknak. Már vásároltunk matracokat Záhonyba, felszereléseket, egészségügyi dolgokat, és most pedig a polgármester úr megkeresésére a Munkácsi Kórháznak orvostechnikai eszközöket, defibrillátorokat vásároltunk, és ezt a polgármester úr személyesen kiviszi. Istenem! Jó utat! Jó, szia! Bodírok! Márta Mihály Tibor az elmúlt két hétben több adománycsomagot juttatott el személyesen a bajba jutottakhoz. Azt tapasztalta, hogy egyre több háborús sebesültet kell ellátnia a kórházaknak Ukrajnában, a különböző életmentő és gyógyászati eszközökből pedig nincs elég az egészségügyi intézményekben. Holnapra minden jön, érkezik egy kamion Koreából, ami csak kötszert fog hozni, nekik pedig az átmenetelben segítek a határnál, hiszen egy humanitárius széllel hozzák, tehát ne kelljen vámot fizetni, illetve öt kamionnak a Horvátországból érkezett öt humanitárius szerelvény a múlt héten. Annak is az át közlekedtetésében közreműködtem, természetesen az ungvári magyar főkonzulátus Bacska József közreműködésével, illetve kapcsolatom van a Ukrajnának a budapesti nagykövetségével, hiszen vannak olyan belső mozgások, amiben ugye mi nem kérhetünk tanácsot, és akkor abban ők segítenek. A Fényes-Litkei terminálon egyébként már szinte minden épület egysége a helyére került. Készen állnak a normál és széles nyomtávú vasúti sínek, és az 5G-s kapcsolat segítségével távolról is irányítható óriás daruk is elkezdték a próbaüzemüket. Az üzemszerű indulást áprilisra tervezik. A burkolatépítési munkálatok befejeződtek, az irodaépületnek azok a befejező munkálatai vannak, ami a gépészeti technológiai szereléshez tartozik, és a terület rendezése, már készítjük elő a kertészeti munkákat, hogy a megnyitóra zöld növényzet is legyen. A 140 hektáron épülő intermodális terminál az Ázsia és Európa közötti áruforgalom legnagyobb és legkorszerűbb csomópontja lesz, amely évente akár 1 millió 20 lábas konténert is képes lesz kezelni.